A Hétszínvirág óvoda udvarán nézzük, ahogy a gyerekek csúszdáznak az egyik újonnan vásárolt várban. Ezt is az óvoda alapítványi pénzéből fedezték. Igen, mindkét óvodában, a Hétszínvirág óvodában és a Százszor Szép óvodában is aktív alapítvány működik. A pénzeket mindig közösen a nevelőtestülettel egyeztetve szoktuk megbeszélni, hogy mire költjük. Az idén a Százszor Szép óvodában közel 200 ezer forint gyűlt össze az alapítvány számláján. Ebből Mikulás csomagokat, karácsonyi ajándékokat, játékokat vásároltak a gyerekeknek. A Hétszínvirág óvodában pedig 581 ezer forint gyűlt a számlánkra. Ebből az idén két darab falvárjátékot vásároltunk, aminek nagyon örültek a gyerekek, és továbbá bővítettük az ódai ágynemű készletünket, teljesen felújítottuk, nagyon szép óvodai ágyneműket kaptunk minden óvodában, és az alapítványi pénzből erre jeleket vásároltunk 50 ezer forint értékben. Ez a legmodernebb óvodai ágynemű. Nem csak esztétikailag, hanem funkciójában is, hiszen az esetleges nedvességet magába szívja, és bent is tartja egészen a mosásig. Most óvodai feltekerős ágynemű a hivatalos neve. Teljesen meleg, gyerekbarát, nagyon szép színes. Gyerekek nagyon szeretik, és nagyon örültek neki. Az ágyak is újak? Az ágyak is nagyon sok helyen újak, sok helyen húzatot cseréltünk, és így nagyon szép a csoport teljes légköre. Az idei évben befolyó összegből mit vásárolnának? Mindig vannak újabb és újabb elképzeléseink. Folyamatosan bővítjük a vizuális készletünket, a gyerekek játékait. Vannak tervek szőnyegekre, egyéb irodai berendezésekre, illetve az óvónéniknek magnóra, és nagyon szépen köszönjük az eddigi felajánlásokat, és továbbra is várjuk az alapítvány számlájára az ide érkező felajánlásokat.